Tavaly országos szinten 11.500-an igényeltek diákhitelt. Központi adatok alapján az átlagtól többen vették igénybe a diákhitel 1 és diákhitel 2 szolgáltatásokat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Ezek hosszú futamidejű hitelek, ezért népszerűek a diákok körében, azonban sokan nincsenek tisztában a törlesztés feltételeivel. Abban az esetben, hogyha a hallgató nem tud elhelyezkedni, nem tud dolgozni, akkor is el kell kezdenie a jogviszony megszűnését követő 4. hónapban, és azért, hogy ne legyen ez olyan riasztó azoknak a számára, akik esetleg még nem találtak maguknak munkát. Gyakorlatilag abszolút az álláskereső friss diplomások élethelyzetéhez igazodik a törlesztési szisztéma. Ez azt jelenti, hogy az első 2 évben a minimálbérnek egy meghatározott százalékát, a diákhitel 1 esetében 6, a diákhitel 2 esetében pedig 4-11% közötti összeget kell fizetniük a fiataloknak, majd a 3. évtől kezdődik meg az úgynevezett jövedelemarányos törlesztés. A jövedelemarányos fizetésnél a NAV küldi ki az ügyfél előző 2 éves fizetési adatait, és a bruttó átlagbér alapján számítja ki a havi törlesztési összeget. A diákhitel rendszerében több segítő elem is van, akik már a visszafizetés 3. évében járnak, indoklás nélkül 36 hónapra kérhetik a törlesztő részletek mérséklését. Ettől az évtől a nem fizető ügyfelekkel 1 év után felbontja a szerződést a diákhitel központ, ezután a NAV foglalkozik a behajtással. Megyénkben jelenleg 851 adós ellen folyik végrehajtási eljárás, több mint 1.117.000.000 értékben. Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási eljárás előtt nem kötelező kiértesíteni az adózót, ezt a Diákhitel ZRT központnak kell megtenni, amennyiben tartozása van a diákoknak. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási eljárásunk akár egy inkasszóval is indulhat. Az ingó ingatlan foglalásokon kívül, az inkasszón kívül egyébként a végrehajtási eljárásunk teljes palettáját be tudjuk vetni az adótartozás behajtására. Hogyha valakinek külföldön van vagyontárgya, akkor azt is lefoglalhatja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Illetve, hogyha valakinek nincsen tulajdona, tudni kell, hogy ez az eljárás nem évül el 5 éven belül, ez azt jelenti, hogyha későbbiekben, akár 5 év után szerez olyan tulajdont, amelyet le tudunk foglalni, akkor ezt megtesszük. A külföldön élő és dolgozó ügyfelek tartozása több problémát okoz, azonban az ő ingóságaikat is lefoglalhatja a Nemzeti Adó és Vámhivatal.